Jon kerülhet a hódmezővásárhelyi önkormányzattól egyházi tulajdonba, méghozzá mindenféle ellentételezés nélkül. Erre egy decemberben elfogadott jogszabályad lehetőséget, az igényeket máig kellett benyújtaniuk az egyházaknak, a stúdióban már Kizai Péter. Kódmezővásárlás, polgármestere, jó estét kívánok! Jó estét kíván. Most nem ott folytatjuk, ahol az előbb a hagytuk, hanem először erről kérdezném, ugye február végén ma járt le egy fontos határidő, a törvény szerint máig igényelhették az egyházak az önkormányzatoktól, vagy az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyontárgyakat. Ugye egy decemberi törvénymódosítással nyitotta meg újra tulajdonképpen ezt a lehetőséget a kormány, mert 91-es törvény volt ez, nem Ez nagy különbség, hogy akkor korábban egyházi tulajdonban lévő ingatlanokról volt szó. Most pedig nem csak arról Most pedig van szó. Nem. Hódmezővásárhelyen mi történt, hány ingatlant kértek, azért most már már pontosan tudja ez. Hát van egy eh, domokos rendi fenntartásban lévő óvoda és iskola, van az egyházmegye, a katolikus egyházmegye óvodája és iskolája, és a református egyház is bejelentkezett két által részben használt épületre. Ez eh, külön egy érdekes téma, tehát ha csak egy részét használják, akkor milyen alapon gondolják, hogy nekik az egész jár? de ezek soha nem voltak egyházi tulajdonban. Van több olyan, amit felajánlottunk megvételre, vagy eladásra, pontosabban ugye az, a, ezeknek a szervezeteknek. De hogyha most nem kell tulajdon hozzá, akkor... 100 millió forinttól esik el az önkormányzat akkor, hogyha ezt ingyen kapják meg. Tehát az adófizetőknek óriási vagyonvesztésről van szó. Több száz millió forinttól esik el, milyen értékű? Milliárd, fölött, ahogy érték? elhangzott a bevezetőben. Tehát itt igen, van két olyan épület, amivel a református egyházzal tárgyaltunk, és azok egyesével is 3-400 millió forintos épületek. Meg is egyeztünk, hogy meg fogják venni. Tehát azért mondom, hogy egészen pontosan ennyi pénztől esik el az önkormányzat. Hogy korábban megegyeztek a vásárlásra vagy az eladásra. Ha az egyház most kéri az ingatlan bárhol egyébként a törvény szerint, akkor az önkormányzatnak azt adnia kell? Tehát nincsen semmilyen mérlegelési lehetősége, vagy, vagy, vagy kap-e valamit az önkormányzat cserébe, vagy egyszerűen rámutat az egyház egy épületre? Hát ez az, ami a, jog, a, jogállamban elképzelhetetlen, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő épületet csak úgy ingyen elvihet, ráadásul mondom még sokkal többet is, mint amit ténylegesen használ belőle. Fölháborító. Én ha azt ugyanúgy, mondja, hogy jogállamban ez elképzelhetetlen, akkor az ellen a törvénymódosítás ellen, amit decemberben elfogadtak, miért nem léptek fel, vagy felléptek el, fordultak alkotmánybírósághoz? Vagy... Nem, de mi ettől független most minden eszközzel tiltakozunk ellene. Én azt gondolom, hogy valóban a parlamentben, amikor átment, akkor sokkal nagyobb figyelmet kellett volna kapjon az ellenzék részéről ez a törvény. Én most is polgármester kollégákkal beszélek, és többen vagyunk, akik fel vagyunk háborodva, de nem volt sajnos egy egységes tiltakozás. Én nagyon szeretném. Hogyha ugyanúgy, ahogy joggal elítéljük 1948-ban az egyházi iskolák államosítását, most ugyanúgy igazságtalan és méltánytalan az, hogy olyan, ami soha nem volt egy házítulajdonban, azt az ingatlant, azt enystandolják el. Mit tudnak most tenni, vagy milyen polgármesterekkel tárgyat, azt mondja, hogy most próbálnak közösen tiltakozni? Igen, hát több polgármesterrel beszéltem természetesen, tiltakozni fogunk, megnézzük, hogy milyen megállapodások vannak. Botka László Szegeden például sikere megállapodott a bencés rendelésük, fizetnek azért az ingatlanért, ami ebben a, ennek a törvénynek a keretében akár visszakerülhetett volna ingyen is, mondjuk nem is vissza, hiszen még egyszer nem volt soha. Az Tehát ott vég... sikerült megállapodni, önnek nem Igen. sikerült megállapodni. Én még nem, de én is és megkerestem az egyházakat, és mondtam, hogy tárgyaljunk róla, hiszen, és ö, ilyen szóbeszéd szintjén, tehát nyilván hivatalos jelentést nem adott ki, de úgy tudom, hogy van egy egyház, az Evangélikus Egyház Magyarországon, aki nem fog élni ezzel a törvényadta lehetőséggel, mert föltételezem, ugyanolyan igazságtalannak tartják ezt, mint én. Hogy áll a pártja bejegyzése? Amikor legutóbbi itt járt, akkor jelentette be, hogy elindult a folyamat, elindult a párt megalakítása vagy a bejegyzése? Igen, és akkor úgy fogalmaztam, hogy a jogi akadályok elhárultak, hiszen a bíróság az elfogadta a bejegyzést, azonban az ügyészség azt, amit a bíróság már meg elfogadott, azt fellebb, Úgy Úgyhogy most másodfokra kerül az ügy, de hát ez látszik, hogy Csongrád megyében minden lehet, el lehetetlenítési kísérletnek a hát várjon, terepe. Ha nincs bejegyezve a pártja, akkor megfelelően Az első fok, az be, tehát a bíróság az küldött nekünk egy határozatot, hogy elfogadták a párt bejegyzését. És utána jött az, hogy a csongrád család vármegyei most már ügyészség az megfelel Ezt olyan Miért alaki, olyan alaki kifogásokat mondtak, ami a bíróság szerint nem semmi komoly nem volt, tehát mondjuk szerintük mondjuk egy május 31 meg egy június 30-i dátumnak egyeznie kellett volna, nyilván az, hogy meddig tart az egyik vezetőség, és mikorra kell megválasztani a másikat, szerintük az egy napon kellett volna legyen, ez nem zavart eddig senkit, most ilyenek kötöttek bele. De én ezt úgy gondolom, hogy ez egy olyan ellehetetlenítési kísérlet, mint az, hogy most egy hete kirúgták a vejemet, vagy ahogy az autóbusz helyi közlekedést, az ingyenes buszjáratainkat ellehetetlenítik helyben. A Lázár János vezette, vagy hozzá tartozó hatóságok hat autónyi emberrel szálltak ki, és mindent ellenőriztek, hogy ellehetetlenítsék a hódműzővásárhelyi ingyenes autóbusz közlekedésünket. Jó, ja, de hogyha visszatérünk egy pillanatra a pártjára, hogyha azt mondja, hogy az ügyészség most ö, megfelebezte, vagy megtámadta ezt, akkor ezeket az hibákat, ezeket az alaki hibákat, ezeket ö, nyilván világosan ki tudják javítani. Ez meg tenni természetesen. Az én az az, hogy ilyenkor nekik is van 30, 60 napjuk, 90 napjuk arra, hogy újra elfogadják. De Tehát ez magyar, ki, kinek az érdeke? Nagyon sokáig a Fidesznek nem az az érdek, hogy minél több ellenzéki párt legyen? Azt gondolná az ember, hogy igen. De ebben De a rendszerben nem. sokszor, ez ugyanaz, mint amikor emlékszem, 5 évvel ezelőtt az LMP is indulásért is volt, hogy kirúgtak valakit, még akkor azt hiszem karca környékén talán a Fidesznek akkor is az lett volna az minél több felé oszoljon az ellenzéki szavazat, és mégis megtorolták azt, hogyha valaki ellenzéki politizálásba kezdett. Ez egyszerűen a rendszernek a természete, a bosszú, az ellehetetlenítés. Ez a mert megtehetem kultúra. Most né, három nappal ezelőtt volt öt éve, hogy Hódműzővásárhelyen sikerült győzelmet aratnunk, és akkor egy baráti összevetelen az akkori aktivistáinkkal ünnepeltünk, és akkor is ezt fejtettem ki, hogy sajnos itt két kultúra van. Az egyik a jogállam, ahol mindenkinek joga van, embernek tekintik, méltósága van, a másik ez a, mert megtehetem. Putyin megteheti, hogy lerohan egy szomszédos országot, Orbán Viktor is megteheti, hogy elveszi mondjuk éppenséggel egy törvényel a önkormányzatok tulajdonát, meg Lázár János is megteheti, hogy kiküldi ellenőrzésre a hatóságokat, hogy Én el lehetetlenül. Ezt van, Viktor és Vladimir Putyin uh, Ukrajna lerohanása között azért az. Uh, egy valami nem, közös. Nem, nem, nem ugyanaz a kettő. Egy valami közös bennük ez a, mert megtehetem. Szemben azzal, hogy mi az igazságos, a jogállami, a tisztességes, a demokratikus, van egy másik, hogy semmi gond, mert megtehetem. Utolsó dolog, mert aztán most már kifutottunk az időből, az Állami Számvevőszéknél uh, hagytuk abba Komiát Imrével az előbb. Azt mondta, hogy mindent uh, leadtak, minden számlát és szerződést, és egyébként nem használtak fel külföldről jövő pénzeket. Az Origó megírta, hogy ön elismerte a vásárhelyi televízióban azt, vagy beismerte, hogy nincs meg minden szerződés és számla, Igen, ez amelyel a választási kampány volt. költségeit igazolná. Tessék? Ez bájos volt, ugyanis én elmondtam, hogy minden számla megvan. Hát korábban azt mondta, hogy minden kampányal kapcsolatos számlát Igen. leadtak az állami számlevőszéknek, de ott Igen. a televízióban meg azt mondta, hogy hát ezért nincs minden szerződés. Ilyen 1500 mondtam. Azt mondtam, hogy nincs minden 1800 forintos fénymásoló számla mögött szerződés. De Nem hogy... azt mondta, hogy nincs meg minden számla. Az Origo is nagyon kedvesen, meg a teljes fideszes média leírta, hogy nincs meg minden számla és szerződés. Ebbe természetesen beleférhet az, hogy egyébként minden számla megvan, nincs meg a szerződés. Ők nagybetűvel kiírták, hogy nincs meg minden számla és szerződés. De akkor mindent leadtak az államnak önök is. Elindult, és elindult ez a vizsgálat? Elindult, sőt, most éppen kaptam, majd kaptam készhez a elektronikus formában mondjuk azt, amit papíron kiküldtek, egy minden egyes ellenzéki jelölt, illetve minden fideszes jelölt is kapott az állami számvevőszéktől egy papírt, és például az én elszámolásom tavaly, mint egy én jelöltnek, tökéletesen rendben volt. Erről ma kaptunk egy papírt. Az ÁSZ vizsgálta a pártokat és vizsgálta a mindenki Magyarországon. Arról még nem is. kaptak. Arról az állat. folyamatban van, de minden, mi is leadtunk mindent, igen. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. További szép estét.